19. alkalommal rendezték meg a Széles a Tisza térségi hagyományőrző találkozót és népi ételek főzőversenyét Tiszalökön. A rendezvényen minden évben változatos programokkal és színpadi produkciókkal várják az érdeklődőket. Mi nekünk két nagy rendezvényünk van, ez a rendezvény, illetve augusztus elején, vagy pont most második hétvégén a Városnap. Azt gondolom, hogy egy településnek, annak a környezetének kell egy-két olyan nagyobb rendezvény, ahová feljönnek az emberek, ahol találkoznak egymással, beszélgetünk, eszmét cserélünk, kis közösségeknek ez egy kis összekovácsolás, és természetesen maga a cél, hogy ne felejtsük el, hogy voltak, vannak, és emiatt lesznek népdalaink, néptáncaink, illetve olyan hagyományok, amelyeket őrizni kell. És milyen az érdeklődés a nagy rendezvényeik iránt? Például egy ilyen rendezvényen hányan fordulnak meg egy nap alatt? Ez ma egy ideálisnak tűnő nap. Én remélem, hogy 1000-1200 ember, főleg a délutáni programokra ki fog jönni. Amikor mondjuk a Városnapon, amikor több program van, több fellépő, akkor esetenként 2000-2500 ember is itt van. A főzőversenyen 10 csapat mérte össze tudását, a legtöbben tájjellegű ételeket készítettek. Főleg pásztorételeket, gulyásételeket főznek, és helyi nevezetességeket, tehát az itteni helyi alapanyagokból készítenek el olyan helyi specialitásokat, amiket édesanyáink, nagyanyáink főztek. Említsen meg ezek közül néhányat. Van egy ételünk a pásztortarhonya gazdagon, amit két csapat is készít, illetve magyaros gulyáslevest, vadisznópörköltet, őszpörköltet. Ebben a bográcsban pincepörkölt készült gazdag alapanyagokkal. Mi minden évben a családdal főzünk, tehát külön csapattal nem szoktunk indulni. Most egy pincepörköltet csinálunk, aminek az a érdekessége, hogyha valaki esetleg nem tudja, ez vörösborral készül, marha húsból, és a végén belekerül egy krumpli, amit belerakunk, tehát felfűszerezve, és hát végül is ennyi. Miért ezt az ételt választották? Több éve kijárunk már, és hát erre esett a választás. Hát igazából már kipróbáltunk nagyon sok mindent, és nagyon sokféle ételt készítettünk. Ugye tavalyi évben meg előtte a halételeket favorizáltuk, de most váltottunk erre a marhahúsra, úgyhogy igazából reméljük, hogy jól sikerül. A Tiszalöki Önkormányzat csapata gulyáslevessel készült versenyen kívül, ezek pedig már a pásztortarhonya főzésének előkészületei egy szintén helyi csapatnál. A mi csapatunk az egyik házigazda tulajdonképpen, hiszen az iskola csapata is nevezett erre a megmérettetésre, tehát a Nyíregyházi SZ Teleki Blanka szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma csapata vagyunk, és babgulyással készülünk, valamint pásztortarhonyával. Ez végül is egy eléggé tradicionális ételnek nevezhető, a pásztorok főzték annak idején, amikor legeltették a nyájaikat. Mi egy kicsit gazdagabban próbáljuk meg előállítani ezt az ételt. Bízunk benne, hogy ízlik majd a zsűrinek is. Mit tartalmaz ez az étel? Természetesen tarhonyát, valamint kolbászt, egy kis szalonna az alapja az egésznek, azon indítjuk el a tarhonyának a főzését, és teszünk bele mi egy kis sertéshúst is. Ez emiatt lesz gazdagon tulajdonképpen, tehát ez az, ami valószínűleg nincs benne az eredeti pásztortarhonyában. A versenyen nem hiányozhattak a halételek sem, továbbá megmérettette magát a Nimród Vadásztársaság is. Ők természetesen vadételeket főztek. Körülbelül 30-an vagyunk, vörösboros vadisznópörköltet főzünk jutulós tapacskával és friss vegyes salamádéval. Ez lesz ma, és őszpörkölt is lesz főtt burgonyával. És a vadisznó harmadik része is meg lesz, ugyanis húslevest főzünk a csontjából. Húsleves a csontjából, ez egy tradicionális ételé? Így szoktunk mindig, igen, hál' Istennek. És honnan van az alapanyag? Hát a vadászok lőtték, a társasági emberek.
ők lőtték, és meg összegyűjtöttük, hogy legyen mit főzni. Van-e valami titkos receptjük? Hát, szívvel lélekkel főzzük. Meg mindig úgy kezdjük, hogy kicsi bográsba is át kell rakni egy nagyobba, mert mindig annyi jön össze a végére. Ez a titka. A rendezvénynek a nyugdíjasok is aktív résztvevői voltak, gulyáslevessel készültek. Ez magyaros gulyásleves, ami lapockából, farokcsontból, zöldség, krumpli, sárgarépa, zeller, minden, ami a kertben megtalálható. Mitől magyaros egy gulyásleves? Csípős ízessége, meg a... És a színei? Igen, a színe, a piros paprika. Igazi különlegességekkel is találkozhattak a rendezvényre látogatók. Ez például kölesből készült gyümölcsös szelet. Nagyon sok médiában elhangzik, hogy elfelejtjük a régi ételeket, és nagyon kevés alapanyagot használunk, és Magyarországon régen nagyon sok köles étel főtt, akár a töltött káposzta is készült kölesből, de süteményt is nagyon sokat készítettek kölesből, és mi is készítettünk egy ilyet, és házi szederrel, illetve házi cseresznyével gazdagítottuk a kölest. Gondolom, nem ez az első alkalom, hogy megjelennek ezzel az étellel egy-egy rendezvényen. Milyen a fogadtatása ennek az ételnek? Nagyon szeretik, nagyon kedvelik, kíváncsiak az emberek, hogy milyen is az a köles, és sokan nem ettek még kölest. Én is tavaly kezdtem el enni a kölest, a férjem készíti egyébként ezt a köles süteményt, nem én készítettem ezt kivételesen, mert hogy ő vezeti a diétámat, és én 30 kilót fogytam ezekkel az ételekkel, amiket ő készít. Én teljesen elhagytam a lisztet, teljesen elhagytam a cukrot, és minden csak természetes alapanyagból készítünk otthon, és finomított élelmiszereket nem használunk, és ez ennek a példája, és azt hiszem, én vagyok a legjobb példa rá, mert a 30 kiló az azért komoly eredmény. Ez nagyon nagy eredmény, gratulálunk, és milyen hatása van az egészségre a kölesnek egyébként? Ez egy lassan felszívódó, gluténérzékenyek is ehetik, mert hogy glutént nem tartalmaz, és lassan szívódik fel a szervezetben, és tulajdonképpen hőt termel a szervezetben, egyébként télen nagyon jó hatása van, és de nyáron is lehet enni természetesen. Az ételeket számos szempont alapján értékelte a szakavatott zsűri. Az értékelés egyszerű, ugyebár az ételek elkészítésénél négy szempontot veszünk figyelembe, az előkészítést, ide a tervezés, illetve a receptnek az előadása, későbbi elkészítése tartozik, ugyebár van a főzés, amikor már az alapanyagokból a csapatok elkészítik a helyi tájjellegű ételeket, utána jön a tálalás, és akkor az íz és az illat harmóniája alapján fogjuk eldönteni a végső sorrendet. Tehát végül is a legfinomabb étel fog győzni. Mindeközben a gyerekek népi játékokat próbálhattak ki, a látogatók kirakodó vásáron válogathattak a portékák között, valamint színpadi produkciókat tekinthettek meg. A rendezvényen jelen volt Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is, aki beszédében a helyi turizmus fejlesztéséről és a közösségépítés fontosságáról szólt. Tiszalökön immár 19. alkalommal szervezték meg a Városnap keretében a népi ételek főzőversenyét, egy hagyományőrző verseny, kulturális programok vannak. Én azt gondolom arra jó, hogy valódi közösséget kovácsol
a városlakókból, vagy azokból, akik ide kilátogatnak. Nekem különösen tetszik, hogy családostól jönnek, mert a család az alapja a helyi társadalomnak. Tehát itt vannak a gyerekek, itt vannak a szülők, itt vannak a nyugdíjas klubok, az idősebbek, fellépnek, műsorokat adnak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy együtt legyünk, mert hogy a több generáció együtt van, akkor egymást is jobban megismeri. Talán a mai világunkban ez egy fontos dolog, hogy a generációk szót értsenek egymással. Egyébként meg arra is jó egy ilyen rendezvény, hiszen 19. alkalommal megrendezik, hogy a turisztikát, a gasztronómiát, a népi ételeket, hát úgymond erősítsék a mai fiatalokba, és hadd mondjam el, hogy a topos pályázatoknál most már ugye tudjuk az eredményeket, már a támogatási szerződések megkötése folyamatban van, úgyhogy itt egy nagy turisztikai programban, a megyei nagy turisztikai programban a tiszalöki üdülőterület felújítása is szerepel. Én szeretném elérni, hogy a hozzávezető út is megújuljon, ezt hazai forrásból szeretnénk elérni. Tehát ezek tervek, maga a top pályázat az már úgy tűnik nyertes, és ez Tiszalök számára és az egész térség számára fontos. A másik pedig egy lehetőség, és azért végzem a közéleti munkát, hogy ez is valósággá váljon. Milyen nagyobb rendezvények lesznek még idén Tiszalökön? Most a nyáron elég sok lesz, relatíve sok. A következő nagyobb alkalom nem kimondottan városi rendezvény, viszont olyan fog történni Tiszalökön, ami még eddig nem. A tiszalöki holtág, Tiszalök belterülete, illetve a Tiszalök, Tiszaeszlár, Tisza nagyfalú vonalon egy triatlon verseny kerül megrendezésre. A honvédelmi miniszter úr lesz a fő védnöke, jelen is lesz a versenyen. A holtágon lesz az úszás, a belterületünkön a futás, és műúton a kerékpározás. A szervezők nagyon nagy komolysággal vetették ebbe bele magukat, hiszen az első úgynevezett Löki Men néven futó triatlon verseny a Triatlon Szövetség támogatásával, úgyhogy reméljük, hogy ez jól fog sikerülni, és egy hagyományt tudunk ebből majd indítani. Aztán környezetvédelmi közösségek egy Petkupa néven indítanak valamikor július elején, azt hiszem Dombrádról egy nagy akciót. Ez arról szól, hogy összegyűjtik Dombrádtól Tiszalökig a Tisza mindkét partján a műanyag palackokat, amelyek sajnos vagy hazai forrásból, vagy külföldről érkeznek a Tisza vizébe. És július 8-án, amikor a triatlon nap van, aznap délután érkeznek Tiszalökre, a strandra, és ott lesz ehhez kapcsolódó környezetvédelmi előadások, illetve másnap. Nagyon látványosan szét fogják szedni több mint 10 000 palacból épült tutajokat, és a hulladékgazdálkodásnak egy nagy autója jön és megsemmisíti látványosan. És ehhez a programhoz kapcsolódik még egy harmadik, az pedig a Nagy Ugrás nevezetű európai akció, amikor minél többen, reméljük több százan egyszerre, július 9-én 15 órakor belerohannak a vízbe az emberek és élvezik a hűs vizet. Úgyhogy ez lesz egy júliusi programunk, illetve majd augusztus 10-én lesz a városnapunk. Az is a nagyon sokadik, és reméljük, hogy sokan lesznek ott is, és jó idő lesz.